animókuskáim különleges dolgot készültem nektek május hónapra, méghozzá egy anime ajánló hónapban! Vagyis minden nap hozok nektek egy rövidke kis anime ismertetőt, lényegében egy ilyen animés kis kedvcsinálót, amiket próbáltam úgy összeválogatni nektek, hogy mindenféle műfajból legyen benne, mindenféle stílusú anime, de hogyha gondoljátok, akkor a komment szekcióba ti is írhattok még anime ajánlásokat, amik esetleg érdemesek lennének így a hónap folyamán bemutatásra. Első anime ajánlásom pedig nem más, mint egy személyes kedvencem, ami megdobogtatja a kicsi szívecskémet, ezért is merem nektek ajánlani, főleg egyébként a romantika, dráma és a slice of life műfaj kedvelőinek, ez pedig a Nana című anime. Amikor 16 éves vagy, mindenkibe beleszeretsz. 17 évesen megismersz valakit, akit különlegesnek hiszel. De hamar 18 leszel, és már túl is vagy az első csalódáson. Mire betöltöd a 19-et, megtalálod, akit mindig is kerestél. De az érzések gyorsan változnak, és 20 évesen újra kezdenél mindent. Legbelül mégis tudod, hogy valaki csak rád vár. Két lány ugyanazzal a névvel, Nana, ugyanoda tartanak, Tokió. Majd összekerülnek egy albérletbe, és ezután, akár ez még egy jó kis Yuri anime bevezetőjének is simán elment volna, de nem erről van most itt szó, amiért biztosan csüggednek a nyáladzó urak, akik most ráizgultak erre a mondatra, de nem, itt most nem egy Yuri animéről van szó, hanem egy izigvérig shoujo animéről, amit ebből kifolyólag természetesen a fiatalabb hölgykorosztálynak ajánlanék, főleg azért is, mert két fiatal lány áll a középpontjában, és az ő felnőtté válási problémáikkal, a rózsaszín ködös, vagy éppen a viharos szerelmi kapcsolataikkal foglalkozik elsődlegesen. Lényegében egyszer csak a vidékről a fővárosba költöző két nana, akik más-más háttérrel és tapasztalattal rendelkeznek, ugyanott találják magukat egy albérletbe, hasonló gondokkal küzdenek mindemellett, és a két ennél jobban talán nem is különböztető lány hihetetlen módon tökéletesen összecsiszolódik, és kiválóan egymásra hangolódik, ez időtájt, míg együtt élnek, plusz egy elszakíthatatlan kapocs is létrejön közöttük, különleges barátság fonódik itt a történet folyamán, viszont az élet nem mindig kegyes hozzájuk, így az egyik a zenei karrierjében talál kihívásokra, a másikuk pedig az élet és a szerelem adta bukkanókkal küzd meg nap mint nap. A sztoriban amúgy elég sok személyiségjegy lelhető fel, több család és háttértörténetet is bemutat nekünk az anime a karakterek által, tehát hogy elég sok mindennel foglalkozik így amúgy az anime, és nagyon sok valóságban is fellelhető szituációt sorakoztat fel, mondjuk a szerelemről, a munkakeresésről, a zenei karrier beindításáról, a barátságról, egy új élet kezdetéről, vagy épp a felnőtté válásról, de aztán még lehetne hogy sorolni, hogy mik jelennek meg benne. Sajnos talán az egyik legnagyobb hiányossága így az animének, hogy nincsen lezárása, nincsen vége se az animének, se a mangájának. Ugye az alkotó súlyosabb betegségei miatt ez még mindig várat magára, de azért ez ne irányozzon el benneteket, mert így teljesen élvezhető szerintem, és érthető az egész. Mondani félig meddig van lezárása is, akár az animének, akár a mangának. Viszont, ha akartok az anime után még többet megtudni a lányokról, tehát a nanákról és a sorsuk alakulásáról, mindenféleképpen olvassátok el a mangát, mert az még legalább ugyanannyit fog adni, mint az anime. Mint említettem korábban, nekem ez személyes kedvencem, főleg azért is van ez így, mert egyidős voltam a nanákkal, amikor ezt az animét láttam, így teljes mértékben tudtam azonosulni az ő problémájukkal, voltak hasonló szerelmi problémáim is, mint például a Hachikónak, szóval itt teljes mértékben tudtam érzelmileg és szituáció ügyileg is azonosulni velük, és ebből kifolyólag is inkább azon korosztálynak, tehát a nana korosztálybelieknek ajánlanám, így a 18-20-21 néhány éveseknek legfőképpen, de nem csak nekik, de azért ajánlom nekik, mert hogy ők vannak egy korosztályban velük, és hát úgy gondolom, hogy idősebb fejjel, amikor már megértél néhány dolgot, lehet, hogy kicsit gyerekesebbnek tartod ezt az animét, én sem tudom, mit gondoljak így mai fejjel róla, teljesen máshogy látom ezt az egészet. Végefele kicsit azért drámaibb és szomorúbb az egész, és kicsit ilyen hisztisebbnek tűnhetnek így a karakterek, meg sokkal nyomibbaknak és bénábbaknak. Én is sokszor éreztem ott a végefele, hogy azért eret vágok már, de ha egy kicsit is szereted a romantikus animéket, vagy szeretsz így az életből kiragadott pillanatokat és történeteket nézni, akkor mindenféleképpen nézd meg ezt az animét, mert biztos vagyok benne, hogy fog neked tetszeni, és abban is biztos vagyok, hogy valamilyen módon, valamilyen azonosulási pontot fogsz találni. És ennyi lett volna a mai anime ajánlónk, az első röpke-rövidke anime ajánlónk, így az anime ajánló hónapban. Ez pedig, mint említettem, a Nana című anime volt, és rendkívül nagy kihívás jelentett ennyiben összefoglalni az egészet, mert aztán szerintem tudnék még bőven mit mondani róla. Viszont ez most ennyi lett volna, ha van ötletetek hasonló művekre, akár a Nana, akár a romantika műfajához kapcsolódóan, azt mindenféleképpen írjátok meg a komment szekcióba, illetve osszátok meg velünk a véleményeteket erről az animéről, vagy hogy milyen kapcsolódásotok van nektek ezzel, mikor láttátok először, mi volt a benyomásotok, volt-e valami közös pont, vagy valami hasonló élmény, minek tesz, vagy mindent, amilyen bármilyen kapcsolatotok van így az animével, azt osszátok meg velünk odalent, valamint, hogyha később ezután látjátok, azután is jöhettek ide elmondani a véleményeteket, osszátok meg a többiekkel is, hogy még nagyobb, még szélesebb képet kaphassanak erről az animéről, mert hát, mint említettem, ez most csak egy rövidke kis anime ajánlós hónap, és csak rövidkén tudom elmondani így nektek a dolgokat, szóval mindenképpen írjátok meg a komment szekcióba. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogy megnéztétek ezt a videót, én Saci voltam, tartsatok velem holnap is, vagy az egész hónapban, addig is, sziasztok, animópuskák!